volt, alig, hogy kiment, kimondta, hogy élő videót most csinálok, az idén meg is szűnt az internet kapcsolatom. Nem baj, úgyhogy folytatom innen. Tehát a helyzet a következő. Az úgy döntöttem, hogy az első öt házat fogjuk most minél hamarabb rendbe tenni, az étterem és a bárra együtt. Úgyhogy ezt már, hát elég jól látom is. Ez a, ugye az a ház már készen van, ház 1, ez a kettes, aminál már most a gipszkartonozás megy. Láthatjátok a gipszkartonozást, hogyan készül. Itt van a következő ház, szintén gipszkartonozás. A gimbal természetesen nem találom a töltővezetékét, fenne megeszi, a csajok megint elpakolták. Itt a következő. Ugye ez itt egy teraszrész. Ott már azért nincs oldal. Meg van csinálva a keret. Megmutatom nektek, hogy ez hogy néz ki. Tehát elég komoly fát használtak a fiúk itt keretnek. Nagyon-nagyon egy erős keretet csinálnak. Utána jön rá kívülről ez a mólia. Utána pedig jön rá a bambuszpanel, mint látjátok. De mutatok egy olyat, ami már nagyobb készültségi szinten van. Itt elkezdődött a tereprendezés. És ezt igazából Vikinek ígértem meg tegnap, hogy csinálok neki egy videót. Ezt a videót neki szánom meg Ildikónak. Gyorsan meg is mutatom. Megmutatom nektek a... Hát a medence az igazából készen is van. Van benne egy... Látjátok, hogy hatalmas medence szerintem. LED lámpák, hát tulajdonképpen ezt már csak fel kell tölteni vízzel. Ugye a bár éttermet azt csinálják, ott az étterem. Akkor holnap érkezik meg az ajtó, vagy holnap után. Így néz ki a bár. Ezt kérdeztétek a múltkor. Ez egy faragás. Ez egy kőfaragás. Benne a Sumba Paradise logóval. És ez pedig ilyen mészhomokkő. El van szépen bevonva, ez még nincs kifugázva. Hamarosan fugázzuk. És ugye ebbe ilyen kerekablakot álmodtam meg annak idején, amit most raknak be, és megy a tető munka. Itt a gépészet Russo medencének. Ugye most csinálják a fiúk a tetőt, már elkezdték felrakni. Szerintem pár nap múlva, jövő héten elég szépen fog állni ez a sztori. Akkor mutatom a bal oldal egyes házat. Ez olyan szinten van, hogy itt van kész a lépcső. Tehát itt van maga a terasz. Már az üveget elkezdték ma berakni. Ott bent is van már egy üveg. Csak mondtam, hogy addig ne rakják már meg, még nincs lefestve. Itt az ajtó, ezt most lefestik, holnap visszacsiszolják, és mehet bele az üveg. Éppen megy a festés, az már készen van. Ugye itt van az ajtó, tehát itt egy nagy üvegportál van. Ezt megpróbálom mutatni, ugye az úszómedencére néz, egy nagyon jó fekvésű ház. Bejövök ide, akkor lehet is látni, hogy mekkora. Ott lesz valószínűleg a légkondi. Van itt egy szakember, légkondi szakember, aki az a légkondi, amit kinéztünk, ez a 12.000 BTU-s, ez megfelelő ide. És az elhelyezkedését is mondta, hogy hova érdemes felrakni. Ugye itt van ez a beugró rész. És ugye itt van a... Hát, fürdőszoba lesz. Hamarosan kezdik felcsiszolni a padlót, csiszolás-festés. Ezt rakom, hiszen itt tudom, hogy milyen konnektor hova fog kerülni.
tehát ezt nagyon egyszerű lesz megcsinálni. Ez úgymond rám van bízva teljesen. Tehát itt el tudom helyezni a légkondikat, berendezést tudom, hogy mi hova fog kerülni, így abszolút nem egy nagy dolog. Ebben igény szerint lesz még egy ilyen kis konyhasarokszerű dolog, majd megálmodom még azt, hogy hova. Tulajdonképpen ezt annyira akarom, akkor két héten belül már fogadhatja is a vendégeket, de nem akarom. Tehát május van be tervezve. Elméletileg holnap jön egy, holnap vagy holnap utánra ígérte magát egy markoló, aki ember rakja itt azt az egész részt. Ugye ide kihozottunk 200 szirtut, úgymond, és azt el kell egyengetni. Itt most elkezdtük ezt a részt megcsinálni. A fiúk csináltak egy túlfolyót még. Itt a gépészet. Nem tudom, mennyire lehet majd látni. Ez síkba lesz majd rakva, és ezen ilyen napozóágyak lesznek, a másik oldalt is. Hát itt lesz a bárgedikó, ezt neked mutatom leginkább. Így felépítve nagyon nagynak tűnik. Ugye itt lesz középen majd még egy oszlop, járda. Itt ilyen rámpa lesz, akadálymentesített. Tehát itt be lehet majd jönni. Itt van jobb oldalt egy ilyen előkészítő, amivel garázdálkodhatsz. Nem sokára jön a tető. Konnektorok vannak kihagyva végig. A pult fölötti részen. Alul víz kiállások. Ott az mind konnektor van benne, bőven konnektor. Úgyhogy, és ez pedig egy természetes világítást fog adni, ugye? Ez majd meg lesz szépen tisztítva. Igen, és ott van a kör alakú ablak. Az itt lesz alatta a pult, és az még természetes fényt enged be. Ugye itt lesz az asztal, itt lesz egy nagy asztal. Egy 4 méteres nagy asztal terveztünk ide egy természetes fából. Ott az egyik WC, itt a másik WC, kézmosó. Itt van a WC, a csempe, tehát ez burkolat, ott van már megvéve a burkolat, ez lesz a falon, itt lesz a WC, és itt pedig mögötte fát akarok, ennyi burkolat, a többi pedig fa mennyezet. Kész, körülbelül ennyi. És itt lehet az egyik lehetőség, itt lehet majd átjönni az edzőterembe. Hopsz, már az edzőterembe is vagyunk. Ez itt, ez is viszonylag nagy. Sokkal nagyobb ugye egy ház, mikor így felépül. Már ott a tetőszerkezetnek a fogadó része, az fent is van. Itt lesz még egy bejárat. És ott ez egy spa, a spánál is lesz még egy bejárat. Ez pedig ilyen öltözőszerű. Itt végig oszlopok, és full üveg az egész. Nyitható ajtókkal. Ha ebből kimegyünk, akkor Ildikó, most figyelj, ugye itt már elkezdtünk egy nagy privát villát építeni. Villának most készül az emésztőgödör. Jó nagy emésztőgödör lesz. Ez hatalmas. Itu ai sampa? Pesarskalia? Itu berapa? Dua lebih? Tiga meter. Tiga kali? Satu. Háromszor egy méteres. Hamarosan kezdheti burkolni a medencét, ugye be van zsalúzva
Most esett az eső, azért áll benne. Ott megy benne már, megy bele a gépészet. Az a hátsó rész ott a gépészetnek van. Ez egy viszonylag nagy méretű. Ott egy szoba, két szoba, nappali, három szoba, egy fürdőszoba, és ott van egy-egy WC. Tehát nagyon-nagyon jó haladnak. Mutatok nektek cukiságokat. Mire hazajöttünk, lettek kis kutyáink. Itt vannak. Szia! Szia! Nem neked szóltam, szia Daki. Szia. Szia. Na, jön Csipi, jön Daki. Jön a kutyus, szia Lili. Szerencsétlen kutya nagyon lefogyott, szoptatja a kicsinyeket. A kicsinyek olyan dagadtak, hogy nem jövő gurulnak szinte. Hát nem jön a fejével. Ops. Beverte a fejét valahova. És ott egy nyuszi. És van még egy kis kutya valahol. Egy kis barna. Hát neked mi van a fejeddel, te? Bukfenc kutya. Atyaisten. Hát ezeken mindig történik valami. Daki, gyere ide. Gyere. Mi újság? Szia. Szia, Daki. Szia. Nem hoztam neked semmit. Igen. Igen. Ott a másik kutya, ő az egyik nagy kedvenc. Szia! Szia, kutyuli! Szia! Szia, mi ez itt? Szia! Jaj! Igen. Szia, Daki! Mit szeretnél? Ide jött hozzám. Ugye ő amidalának a kacsája, akit lehet kézből, főleg amidalának, kézből lehet etetni, meg kézhez van szokva. Igen. Az a csirke is elvileg. Csipi? Hát ez amidala ért hozzá. Szia, Csipi! Szia! Szia! Na! Hát, körülbelül ennyi. Ott is épülnek a házak, ugye hátul. Közben újítjuk azt a hajót, amit tavaly újítottunk. A Sumba Paradise resortosat. Úgyhogy folyik a munka még most is. Egy csapatot még várunk, mert januártól még nem jöttetek vissza. Még visszajön 7 ember, és akkor kicsit jobban fogunk haladni. Töltök majd fel képet, hogyha megérkezik az ajtó, nagyon, nagyon gyönyörű faragott ajtót csináltattam az étteremhez. Ablakok már be vannak, a biztonsági ablakok konténerbe pakolva Surabayán. Most még bepakoltatunk mellé 30 darab légkondit, 12.000 BTU-s, ez másfél lóerős, ilyen 1000 watt körüli légkondikat. Állítólag a légkondi szerelő azt mondta, hogy ez elég. És akkor elméletileg januárban az megérkezhet ide, január-február elején. Úgyhogy elméletileg elég jó időben vagyunk, tehát nem vagyunk semmiről lemaradva. Emiatt vagyok nagyon izgatott, hogy mikor lesz már ezen tető. Úgyhogy, na hát időközben áthozattam a kocsit. Ugye ez eddig Balin volt, most már itt van. Aminek nagyon örülök, hogy a mangófánk az magához tért, és gyönyörű szépen elkezdett nőni, mintha kötelező lenne. Ilyen kerítést álmodtam meg, de még ugye végig ilyen lesz, ilyen birib darab vasakból van. Végig le lesz festve majd fehérre. Ugye ez itt lesz végig. Itt lesz egy kapu, itt, és az lesz az első rész, a hátsó rész. Hátsó résznek, akik rendelkeznek kártyával, tehát vagy itt laknak, akik itt laknak tulajdonképpen, más nem rendelkezik majd ilyen beléptető kártyával, úgyhogy ezen azért mondtam, hogy akik
szeretnék velünk üzemeltetni, annak ilyen kártyás beléptetős kilincs lesz. Azt fel tudjuk programozni, hogy ezzel fogják tudni használni az illetékesek, akik erre jogosultak, ugye az edzőtermet, meg ők tudnak majd ide hátra bejönni. Az utcáról érkező emberek, azok tudnak majd a bárba, tudnak az étterembe menni, és még akár a medence meg a kinti részen is le tudnak ülni, de már a hátsó részre nem nagyon fognak tudni bejönni, ugye, csak akkor, hogyha kártyával rendelkeznek. Na hát röviden ennyi. Nagyon sok minden történt, mióta én nem voltam itt. Ugye már régen volt videó innen, úgy gondoltam, hogy csinálok nektek, kértétek, hogy valami hosszabb videót csináljak, teljesen rávagytok adtam a hosszabb videókra. Ja, esős évszak van, ez látszik is, ugye minden zöld, gyönyörű szépen nőnek a növények. Az idén nem kezdünk már ugye bele több házba, ezeket fejezzük be. Csak mondom, hogy körülbelül ez a ház, amit mutattam nektek, az két hét alatt be lehet nagyjából olyan szintre fejezni, mint ez. Akin, még egyszer elmondom, akinek mi fejezzük be, annak készre tudom csinálni, tehát festéssel mindenestől együtt. Aki bármilyen változtatást szeretne, ugye kívülről nem lehet változtatni, aki belülről bármilyen változtatást szeretne, annak megcsináljuk olyan állapotra, hogy még lehessen rajta változtatni. Tehát nem lesz lefestve, nem lesz legletelve, fel lesz rakva a gipszkarton, de innentől kezdve tud majd akár színen változtatni, plusz konnektorokat berakni, plusz falakat berakni, mert nem lesz gond. Tehát meg lesz csinálva, be lesz csukva, be lesz üvegezve, tehát az üveget is bele fogjuk rakni neki. Maga a négy fal meg lesz, meg hogyha nem akar változtatni a fürdőszoba falán, akkor az is. És ott megállunk. Aki viszont rám bízta azt, hogy teljesen fejezzük be, annak teljesen be fogom úgy fejezni, hogy ugye berendezéssel mindennel együtt. Akinek meg nem, az berendezi magának, vagy van olyan is, aki megépíti magának. Ugye építési engedélyekről kérdeztetek a múltkor, ezeknek a házaknak, amiket építünk, ezeknek megvan az építési engedélye, még többnek is, tehát amiket fogunk kezdeni jövő évben, már azoknak is megvan az építési engedélye. Azt hiszem négy nagy típusú villára van meg, az építési engedélyeből egy az, amit elkezdtünk, tehát még háromra még akár holnap kezdhetünk még másik nagy típusú villát. A nagy típusú villa az nagyon-nagyon szép lesz is, és remélem, hogy majd átadja a videó, hogy milyen fantasztikus nagy medencével. Igen, az hatalmas nagy üvegportálokkal. Na, szép lesz, jó lesz. Úgyhogy röviden ennyi, majd a hajó felújításról akartok videót, akkor írjátok meg kommentbe, hogy igen, akarunk. Mert ha még nem mondjátok, ugye most ez a Sumba Paradise Resortos első hajónk, amit megjöttem, és azt mondtam, hogy akkor ezt álljunk neki felújítani. Lehetőleg rosszakkor kezdtem bele, mert ugye pont vendégek vannak, és szeretnék menni horgászni, meg szeretnék menni búvárkodni, de így ezzel a hajóval sajnos jelen pillanatban nem tudunk. Jazzkit meg fogjuk járatni valamelyik nap, ma is úgy jöttem, hogy megjáratjuk, de most egyelőre most már nincs kedvem hozzá. Ja, a Ford megint szervizben van, úgyhogy nem tudjuk, és ugye 4x4-esünk az egy olyan van, ami tudja mozgatni a jazzkit. Na hát röviden ennyi, mutatok még egy pillanat. Králika dolgozik papírmunkát, ne szóljatok hozzá ilyenkor, mert leharapja a fejeteket. Na, hát ilyen állapotok vannak, de ugye ebben reménykedünk, hogyha a teherautó ide jön, meg a markoló, meg minden, akkor itt lesz egy járható, viszonylag normális út végig. Közben elkezdték berakni a hangtechnikát már a hátsó házakban, a nagyobban, Andrisnak, meg Attilának, úgyhogy azok is mennek. Ott már készen van villanyszereléstől kezdve tulajdonképpen minden. Tehát ott is már ilyen festésre várunk meg az, hogy ami ránk van bízva teljesen, akkor ott ilyen berendezések miatt tartunk már. Festésberendezés villanyokban van. Víz. Kutunk van, és állítólag már elég mély is, de még szerintem két kútgyűrűt lerakok, tehát még egy métert szeretnék lejjebb menni, és onnantól kezdve megvan a saját vízünk. Ez egy fantasztikus hír, ennek nagyon-nagyon tudunk örülni. Na, nagyjából ennyi. Vikinek megértem ugye ezt a videót, be is tartottam.
A házakat úgy tervezzétek, hogy ha bárki bármilyen változtatást akar, akkor megcsináljuk. Nem arról van szó, hogy nem csináljuk meg, de csak úgy, hogyha személyesen látta a házat. Ez pedig a tető kialakításom miatt van. Meg is mutatom nektek, hogy mire gondolok. Bejövök, jó? Hát nézzétek meg éppen. Inkább ne. Munka közben van. Éppen ő így. Szegénykémnek ez a... Ez a dolog. Nyomkodja azt a sok dolgot. Na, tehát az érdekesség az ezzel a tetővel, eleve ferde tetőnk van már itt bent is. A többi ház az magasabb, mint ez. Egy 20 centivel, de sokkal többnek látszik. És ugye itt elkezdődik középen egy... Hát minek nevezzem? Puttony. Vagy kupola. Itt van egy kupola, ugye, ami eléggé meghatározza a háznak a belső kialakítását. Nem beszélve ezekről, ott is egy oszlop, itt 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 is. Itt szerencsére nincs. Tehát ez a kupola és ezek az oszlopok eléggé behatárolják azt, hogy hova rakhatok falat, vagy hova rakok falat, vagy hova nem rakok falat. Mert elég hülyén nézni, most gondolj bele, ide rakok egy falat, addig is, akkor ott felette meg, nem tudom, akinek úgy tetszik, megcsináljuk neki azt is, de még egyszer, csak akkor, hogyha személyesen kijött, személyesen megnézte, és azt mondta, hogy ragaszkodik hozzá, hogy úgy csináljuk meg. De persze az plusz költséget fog jelenteni, aki ragaszkodik hozzá, semmi akadálya. Na, már ennyit, szerettem volna 21 perc, itt már túltoltuk, rátoltuk. Na, hamarosan jelentkezek egy túrával, és közben én folyamatosan töltögetem fel az Ilona túráról készült videókat nektek, hogy legyen mit nézegetem, már nem sokan hátra egyébként, sajnos, pedig tudni még bőven történni róla. Majd arról is csinálok egy összefoglalót, jó? Vigyázzatok!